Minecraft, de változik a világ. Méghozzá egy percenként, szóval nem lesz könnyű dolgom. Csak egy életem lesz. Oké, okay, el is indult a kívás, és micsoda az első blokk az a Crying Obsidian. Oké, okay. és igen, így értettem, hogy változik a világ, mert minden most Crying Obsidian lesz egy percig. Ott van a képen közepén a timer. Szerencsére úgy csinálták meg ezt a hogy azért ne lehessen lehetetlen kivinni a játékot, mert a fákat meghagyja. Viszont ezeket a bokrokat már nem hagyja meg. Hú, ez így nehéz lesz, amúgy. Ú, nem bajom, hogy most legalább kiszedtem egy csomó botot, már van mindjárt 30, és változik megint a világ. Hopp. Hát a második világ jó. Nagyon gyorsan kien szerezem valamilyen felszerelést. Viszont egyelőre csak facucokat tudok szerezni, szóval lecraftoltam uh, lekraftoltam kettő dolgot, és hát igen, facsákányon nem tudom kiszedni az Emeraldot. Jó, megvan az első probléma, kéne és nem tudok követ szerezni, csak maximum fát. Újra változott a világ, ez mi? Ez ilyen Blackstone. Aha, Blackstone. És amúgy most lehet, hogy hülyeségre gondolok, de ebből nem lehet csak. Oh. Lehet sárkány csinálni a Blackstone-ból. Én ezt eddig miért nem tudtam, volt. Én ezt eddig nem tudtam, hogy a Blackstone-t lehet külként használni. Na jó, hát minden nap tanul az ember valami újat, megvan a kőfelszerelés. Mert változó újra a világom, hogy szedek még követ, mert ki tudja, még jól fog jönni. Bár mondjuk nem tudom, hogy fog a videó végére jutni az endbe, ez meg mi. Fekete beton, ú, amúgy ez elég durván néz ki. Még szerencsém, hogy csak körülöttem változtatja hát a világot az adatapek, különben amúgy kifagyna a világon minden percben. Úgy most akkor vasat kéne, gondolom, szerezni. De, o, oh, lett minden, is, és nem tudom kiszedni, nem már! De a vasat, hogy szedjem ki, hogyha minden átváltozik? Na jó, ez még érdekes lesz. Oké, újra változik a világ, Honey block? És amúgy csak most hiszem, hogy úristen, de rosszul néz ki a világ, főleg itt a fekete betonnal. A nagyon-nagyon fur. Oh! Ennyi. Pont most kellett volna kaja. És bedobja a szénát, ezt amúgy nem hiszem el. Pont most kezdtem el lenni a zombiust, amit előbb öltem. Pedig még csak épp, hogy eszembe jutott, hogy kaját kéne szerezni, de még nem mondtam ki. Jó, mindegy, minél gyorsabban, minél többet kell szereznem. Jó, most már van kenyerem, és gombává változott a világ. Jó, mindegy, szerintem, hogy a barlangban lesz a titok, és amúgy már tégla van körülöttem. Úristen, de furán néz ki ez a beton dzsungel konkrétan. Aha, itt egy barlang is van egy olyan megérzésem, hogy a barlangban nem kéne mindennek átváltozni, a lécia víze változon, Hát, jó, víz nem változott át. Aha, az ércek nem változnak át, jó, akkor, akkor azért jó volt a megérzésem, mert hát anélkül lehetetlen lenne ez a kihívás. Viszont megint újra változnak a blokkok, és most dinkét kaptam. Nem rossz, nem rossz, de amúgy már van kenyerem, meg van az első vas. Ez az, és konkrétan az első és utolsó vas volt. Itt is van vas, ott is van, á, nagyon jó. Múgy rendesen fan ez a datapek, már régen volt ilyen uh, kihívás videó. Amúgy Blackstone volt, tudok. Ó, tudok raftolni a kemencét is, nagyon jó. Ki tudom égetni az első hét uh, vasamat. Gyors, meg is raftolom az első pajzsomat, és ú, uh, uh, purpur blok lett minden, de hát ez nekem, nekem kell. Na mindegy, kevesebb beszéd, több vas. Hopp, találtam egy láskévet, ami most már obszidián kév lett. Ú, uh, amúgy rendesen jól néz ki így obszidiánként a barlang. És arra, lett a világ, az lesz, hogy nagyon gyorsan égetek három vasat, és ebből kiszedek valamennyit. Jó, ja, de hülye vagyok, hát itt van 8 vas az inventorimba. úristen. Jó, van 20 másodpercem aranyat bányászni. Ú, de jó lesz, így kell trédelni. És ennyi volt, endstone változott minden. Volt, most slime lett minden, és átlátok rajtuk. Nézzétek már meg x-ray -e, ezek itt konkrétan. Hogyha leássok, itt lesz egy másik barlang mi Nagyon jó ez a slime. <laughs> Ne. Ó, oh, a majdnem meghaltam, de a slime blokk megmentett. Na jó, most azért kicsit megijedtem. Sikeresen levelápoltam, szó szerint, mert amúgy most, most ez komoly, ez vasblokk, jól látom. Nagy nehezen kiégetem a vasszetet, és instant bedob nekem blokkot. Jó, mondjuk azért nem volt olyan nagy nehéz, de akkor is. Egyébként most sódert kéne szereznem, és nem tudom, hogy hogy szerezek sódert, például ott van a sóder, de az is átváltozik. Tehát szóval ami leesett sóder, hát a kidobódik. Itt egy sóder, de nem már flintenszélként kellett volna kidobódjon. Mert most ha lerakom, akkor uh, igen. Az előző taktika, hogy az működött. Aha, itt leesnek, de azba itt voltam a közelükbe, Istenem. Vagy várjatok? Faluba spawnolhat Flint and Steel? Mert ha igen, akkor az az egyetlen út. Különben lehetetlen ez a kívás, de én nem hiszem, hogy lehetetlen. Fent is vagyok, most már csak egy falut kéne meglátnom valahol. Ó, találtam egy sivatagi templomot. Gyorsan le kell jutnom, még olyan blokk van, amit ki tudok ütni. Gondolom akkor így a tnt is. Nem, a tnt nem változtak át, lol. Na mindig a lényeg, hogy a csesztekbe údia, oké, okay, ez jól fog jönni. Vas, megint vas, aranyalma, ópialma, alma, nagyon jó. És még egy ópi alma. Szerintem még egyszer se volt ilyen szerencsém Minecraft, hogy kettő ópialmát találjak egy sivatagi templomba, azért ez durva. Na mindegy, hát sajnos Flint nem volt. Ott egy ruin portál. Nekem az is, hogy abban lesz a Flint. Léci. Oh, itt van! Ez az! És amúgy ide meg is tudom csinálni a portál, Tökéletes. Szerintem először innen leviszem a lávát. Jó, és innen már csak össze kell ügyeskedni. És ezennel kész portál. Let's go! Ó, oh, ez milyen perfect timing volt, begyújtottam és netherite változott minden, hát jó. Most már van gémán csalkányom, szóval ideje kiszedni a netherite blokkot és jó lassan szedi amúgy. Hú, egy pillanatra már megijedtem, hogy nem fogja kidobni, de kidobta szerencsére. Összesen négyet sikerült kiszedni, ami 36 netherite nekem bőven elég. Ja, de ne, tényleg ezt nem így kell craftolni. Jó, ja, akkor mindig a netherite-al majd később foglalkozok. Remélem azért nem fogom elfelejteni. És... Uh, <laughs> irány fortress kerest, és itt nagyon óvatosnak kell lennem itt a slime blokokon nehogy Leessek. Na ez! A pokolban jégen futok! És itt a Fortress, meg is van az első Blaze Spawner, meg van az első Blaze Rod, eddig amúgy nagyon jól állok ebben a speedrunban, tényleg ami szerencsés dolog történhetett velem, az megtörtént, de, de még akármikor meghallatok, és tényleg csak egy életem van. Szóval nem engedem le a védelmemet, oké, okay, megvan a nyolc rod, én Piglinnek adtam egy tonna aranyat, Piglin Trader és pipa, szemek megvannak, áh, ah, végre itt a Nether portál és kim vagyok, jöhet az end, meg megvan, itt van, ó, és most ametizted dobott be földnek, Ben vagyok, ez itt a Glowstone Fortress? <laughs> Úristen, de elátkozott ez az egész. Nem gondoltam, hogy egyszer egy ilyen Fortress beleszek. Amúgy így hogy fog megtalálni a portál, de tényleg, mert azt se tudom, hogy merre kéne menni. Itt ajtó volt? Nem. Ez volt a könyvtár, jó? Itt ajtó volt? Nem? Itt ajtó volt? Nem, nem. Biztos nem, hogyha azért buknám el a ot mert nem találom meg a portál, de lehet az. De most tényleg, itt merre kell menni? Jó, itt egy ajtó volt, nem csap be engem a játék. Jó, itt megint egy csest. Kezdek belőrülni, hogy már ebbe az egészbe itt a portál? Ez az! A mézportál végre meg lett találva. Na jó, ez egy durven fight lesz, nem hallatok meg. Bent is vagyok a mész dimenzióba. Egy diaszetet egyébként elfogadnék, hogyha így bedobna a játék. Mert érdekes módon az még egyszer nem volt a kihívás során, és most ez komoly egy rész lett az egész. Most meg mész blokk lett minden és... Volt, ez miért néz ki ilyen furán? A mész alatt így átlát. Ezt jó tudni. Pak, 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 ne! Ez komoly. Ez hogy bukhattam el?